Még mielőtt elkezdjük a 15. heti vlogot, gondolkodtatok már azon, hogy mennyi digitális adatotok és fényképetek van? És itt most kiemelném azt, hogy digitális. Nem tudjátok őket a kezetekben tartani, és ha esetleg valami történik, örökre elveszhetnek. Én mindig is nagyon szerettem előhivatni a képeket. Amikor a kezetekben tartotok egy képet, hirtelen csak egy pillanatot láttok, viszont ha egy pici időt rászántok, egy egész történet, illetve egy egész emlék eszetekbe fog jutni. Ne hagyjátok, hogy ezek az emlékek elvesszenek. Mert tudjátok, hogy van a mondás? Egy kép többet mond ezer szónál. Fogadjátok meg, amit a videó elején mondtam, szerintem hasznos dolog lehet. Nézzük, hogy mit fogunk csinálni ezen a héten. A mai napon meghívást kaptam egy szabaduló szobába, én speciál még soha nem voltam ilyen szobákba. Sok videót láttam már róluk, kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz pontosan. Pánikszoba.hu hívott meg egyébként engem. Soha nem voltam tényleg ilyenben, úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt, mert remélem, hogy nem, kicsit attól félek, hogy nehogy ilyen klausztrofóbia, vagy nem tudom, nem jutok ki, vagy valami ilyesmi dolog legyen benne. Nézzük meg, hogy ez pontosan milyen. Ábel? Adod a kamerámat! Harry! Olyan szarul játszok meg ezeket. Nem tudjuk elspoilerezni nektek az egész szobát és a megoldásokat, de kezdjük el. Itt kell bemásznunk. Ó, ez már komplikált. Jó, akkor ti oldjátok meg, én meg szerintem itt Ábel mászom be, és csukjuk rá az ajtót. Várjátok, mert már most téli szanyom van. Azt a rohadt mi van így. Na. Hello! Ma, hol vagy Ábel? Itt! Ma helyszínelők leszünk. Beszélsz ide! Meg kell oldanunk egy gyilkosságot. Hát ezt szoktam csinálni naponta. Vége. Ja, és kaptam egyébként egy walkie-talkie-t, szóval ha valami gáz van, vagy valaki rossz érzi magát, akkor... Jó, ilyet nem mondj, mert rossz a fontos. Akkor tudunk szólni és kijutunk. Kezdjünk bele, 1 óra 5 percünk van. Jó. Időjel éjszakra, és menj egy háztömbök, majd kanyarodj balra. Van egy komódunk, csak úgy mutatnám. Egy számzárral. Nyom meg a másikra. Aztán. De tud. Jó, azért annyira nem vagyunk bénák szerintem. Kinyitottunk két lakatot, meg UV-fénnyel is találtunk dolgokat, úgyhogy azért szerintem ezt meg fogjuk oldani. Néztük a római számokat, és nem jó egyik sem. Bebugolt a cucc. Jó. Jó. Elég nagy segítség volt. Ezt beírtuk, ezt a számot. Jó napot. Átlott nálam van? Na, bejöttünk egy másik szobába. Nem volt ide egyszerű bejutni, annyit elmondok nektek. Lássuk, mi... Használtok a kódot, amit kellett használni. Igen. Van. Lássuk, mik vannak itt. Eljutottunk a szabaduló szobának az utolsó részéhez. Egy darab dolgot kell megoldanunk, és kijutottunk. Egy kód, srácok, egy kódra van szükségünk, és kijutottunk ebből a szobába. Na, hát itt van, hogy mennyit kell beírni. 1, 2, 3, 4, 5, 6... FBI, mother FBI, kijutottunk! Még nem biztos. Nem? Már örültem pedig. Aha! Na, folytatódik. Mi? Nem jutottunk még ki? Nem tudod kinyitni? A kulcs, azzal. Na, megvan az utolsó szobához is a kulcsunk, még ezt meg kell oldanunk, ezek szerint nem az előző szoba volt az utolsó. De itt amúgy jobb az idő. Jó, ne, ne, kérlek, ne. Ábel? Uramisten! Jó! Srácok! Véleményt? Nem voltunk valami profi. Nem, azt, hogy nem voltunk. Nem, abszolút nem voltunk profik. Halló. Nagyon sok. Mennyi ideig voltunk benne? 2 óráig? Igen, de egy jó ügy megoldása az idő kell. Ez így van, de nagyon sokáig. Másfél óráig voltunk. Nagyon sokáig tartott nekünk, úgyhogy nagyon összetett ez az egész, de engem például kimondottan lekötött, szóval én nagyon jól éreztem magam. Szevasz, Barni. Cső, köszi. Szevasztok. Cső, Ábel. Cső. Nos, a dolgok időközben úgy alakultak, hogy mivel eltelt 3 hét a költözésem óta, most egy kicsit ideje lenne szerintem hazaugranom Sopronba.
ezt a hazaugrás szót lehet egy kicsit tágabban kellene összefoglalni, mert elég sok cuccot kell vinnem haza egyébként. Nem szeretnék úgy otthon lenni Sopron, vagy közben nem csinálok semmit. Legyen itt most a videózásról szó, vagy valami másról. Úgyhogy pakolok. Három dolgot várok egyébként nagyon. Illetve az idővel. Főleg nyilván a családomat, az anyukámnak a csirkepaprikását, a harmadikat pedig majd, hogyha hazaértem, elmesélem nektek. Most időközben én hazaértem, és közben kisütött a nap is, ami nagyon fontos, mert a harmadik dolog, amit mondtam nektek, hogy nagyon-nagyon várom már, ez nem feltétlen az autótakarítás, hanem megmutatom nektek, hogy mi. Minden nyáron, amikor kezd kicsit felmelegedni az idő, tudjátok, hogy napközben nagyon-nagyon meleg van, viszont este, mikor lehűl, szerintem nagyon-nagyon hangulatos, amikor az ember elmegy futni. Én viszont az az ember vagyok, aki erdőben nem szeret futni. Tudom, hogy ez egy elég nagy hiba, mert állítólag az erdőben futás sokkal egészségesebb, mint hogyha betonon futnál. Viszont nekem itt Sopronban van egy ilyen tipikus bejárt futó területem, ez egyébként egy ilyen körút, úgyhogy éppen ezért én nem az erdőben fog futni, egyébként pont itt van a választóvonal, hanem a betonon. Ez lesz a ma esti programom, és holnap szombaton fog majd visszamenni Budapestre. Higgyétek el, hogy nagyon egyedi hangulat van az esti futásoknak nyáron. Most időközben én visszaérkeztem Budapestre, két napot voltam otthon a hétvégén. Nagyon érdekes egyébként, mert tényleg teljesen ki tudtam kapcsolódni, ugye itt maradt a számítógépem, meg minden, hogyha nem sok mindenre tudtam foglalkozni, tényleg csak napoztam, ettem, ittam finomakat. Egyébként az egész Bajcsi le van zárva. Teljesen le van zárva az egész, nem lehet behajtani, igazából erre az autók se közlekednek. Amint látjátok, mögöttem teljes igazoltatás van, de ezt majd a következő heti vlogban megtudjátok. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel. Köszönöm nektek a figyelmet, sziasztok!